Üdvözlök mindenkit a Videodorom Filmes csatornán, ismét tíz érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Toy Story 3-ról. Először 1990-ben merült fel az ötlet a Pixarnál, hogy egy plusz használjanak negatív karakterként. Ekkor épp a Bádó játék című rövid filmhez terveztek folytatást. A sztori szerint a főszereplőt elhagyják egy bevásárlóközpontban, ott találkozik elkeseredett játékokkal, akiket egy plüsmackó vezet. Végül a tervezett folytatásból ugyan nem lett semmi, de néhány elemét felhasználták a Toy Story 2-höz, illetve a 3-hoz. Ha jól megfigyeljük, a Toy Story 1-ben a polcon lévő játékok között láthatunk egy macóhoz hasonló plüsmackót. Ugyan itt is tervezték, hogy szerepet kap a karakter, de féltek tőle, hogy nehéz lesz meganimálni a plüsmackó szőrét. Később John Lasseter nyilatkozta, hogy amikor a harmadik résznél újra elővették ezt az ötletet, szintén féltek a mackó animálásától. Végül a munkálatok során nem ez bizonyult nehéz feladatnak, hanem a szemetes zsák meganimálása. A Disney mindenképpen azt szerette volna, hogy ha a második rész költségvetését visszaveszik, és csak DVD jelenik meg. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy már ekkor elkezdték tervezni a harmadik részt, amit szintén csak DVD-re szántak volna. Nagyjából ennek a változatnak a sztoria is kiderült egy interjúból. Eszerint szerint Buzz elromlik, nda elküldik Ázsiába, vissza azonban egy vadonat új Buzz kapnak. Miután a Toy Story 2 óriási siker lett, fel sem merült, hogy a harmadikat csak DVD-re szánnák, így ezt a sztori ötletet kukázták. Ha jól megfigyeljük, a filmben van egy kameója, Totorónak. Ez John Lasseternek köszönhető, aki nagyon jó barátja Miyazakinak. Később úgy nyilatkozott, hogy neki, illetve az egész Pixarnak nagyon fontos inspirációt jelentettek Miyazaki munkái. A japán rendező filmjeit egyébként a Disney forgalmazza Amerikában. A DVD, illetve a Blu-ray kiadásoknak John Lasseter az executive producere. A legtöbb film esetében ő szinkronizálja a bevezetőt, illetve az extrákat is. A fiatal Andy hangja a Toy Story 1-ben, illetve a 2-ben John Morris volt. Azonban az utolsó Toy Story óta eltelt 10 év, és a Pixar-tól senki nem beszélt a színésszel ez alatt, így nem tudták, hogy még alkalmas-e a szinkron szerepre. Majd az egyik producer felhívta, és ugyan nem érte el, de az üzenet rögzítő alapján konstatálta, hogy John Morris hangja még mindig megfelelő Andynek. Így a harmadik részben ismétő ő formálja meg andy -t. Azonban a film elején, amikor a fiatal andy láthatjuk, nem tudta imitálni a hangot, így ott egy másik színész adja a karakter hangját, Charlie Bright. Andy teljes nevét ugyan kikövetkeztethetjük a Toy Story 1 kredit blokjából, de leírva még nem láthattuk. Azonban a harmadik részben ez is megtörténik, a parafatáblára ki van tűzve egy oklevél, mely Andy Davis nevére szól. Andy hálószoba ajtóján láthatjuk kiírva, hogy Newt Sing. Nos, ez elméletileg utalásnak szolgált a következő Pixar filmre. Ugyanis ekkor épp terveztek egy filmet madarakkal a főszerepben, melynek nyújt lett volna a címe. Végül, mivel a Fox előbb jött ki a és a téma nagyon hasonló volt, ezért törölték az egész projektet. Ugyan elrejtve egy másik kép mögött, de Andy szobájában még mindig ott van a Buzz poszter. A Toy három előzetesében Andy szobájában látható volt egy Verdák poszter. Utána azonban a film végső változatában ezt kicserélték egy Verdák 2 plakátra. Az egyik producer úgy nyilatkozott, hogy Macó egyértelműen az eddigi leggonosszabb Pixar karakter. Hazudik, megver illetve eltör más játékokat, és a film végén majdnem felgyújtja budiékat. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ismerve a történetet, kicsit megérthetjük a karakter reakcióját, de nyilván eltúlzottak. Amikor a Disney levetítette a Toy Story 3-at a tesztközönségnek, utána kitöltettek velük űrlapokat. Ezeken több kérdést is feltettek a filmmel kapcsolatban. A válaszokból kiderült, hogy a közönség 99%-a azt szerette volna, hogyha a film végén Macó megnyomná a gombot és jó útra térne. Ennek ellenére a stúdió nem változtatta meg a Toy Story 3 lezárását. Amikor az animátorok elkezdtek dolgozni a Toy Story 3-on, akkor jöttek rá, hogy nem tudják használni az eredeti 3D-s modelleket. Ennek az volt az oka, hogy a technika annyit fejlődött, hogy a régi file formátumot egész egyszerűen nem ismerték fel az új programok. Az első két Toy Story filmben Woody szájából kettő mondatot hallhattunk, hogyha a hátán meghúzták a zsinort. A harmadik fejezetben elhangzik egy harmadik mondat is. Nos, ez nem teljesen új, annak idején az első részhez így írták meg de a Toy Story 1 azt a jelenetet, ahol mind a három mondat elhangzik, kivágták. Az első két része ellentétben ezt nem John Lasseter rendezte, hanem Lee Unkrich. Ő volt a Toy Story 1, illetve 2 vágója, itt pedig John lasseter vette át a rendezést, aki inkább a Verdák 2-t akarta dirigálni. Lee Ankrichnak ez volt az első önálló rendezése, de mint társrendező részt vett a szörnyerté, a Toy Story 2, illetve a Nemo nyomában munkálataiban is. A Toy Story 3 elején lévő Western környezetben játszódó jelenet eredetileg a Toy Story 1 forgatókönyvében szerepelt. Ennél a résznél láthatjuk a vonaton a 95-ös számot. Egy részt ebben az évben jött ki a Toy Story 1, másrészt Villám McQueen száma is 95-ös a Verdákban. Az első részben Rex azt mondja, hogy reméli, hogy Andy kap egy másik dinoszaurusz, de növényevő lesz, így továbbra is ő maradhat a csúcsragadozó. Végül is ez a harmadik részben megvalósul, igaz, hogy úgy, hogy Andy Boninak adja játékait, köztük Rexet is, Boninál pedig ott van Trixi. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Toy Story 3-ról, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtaláld a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!